Nem úgy tűnik önöknek is, mintha már kb. 100 éve tartana a tél. Már majdnem mi is elhittük, hogy a tavasz, a meleg nyár a végtelen távolban van, és talán soha se érkezik meg. De rögtön megteltünk optimizmussal, mikor elkezdtük a mai hazai horgászmagazint szerkeszteni. Mert rendhagyó módon nem a jeges, havas tópartra vagy léghorgászatra akarjuk ma önöket meginvitálni, hanem felidézünk pár nyári élményt. Látogassuk meg először az egyik tihanyi vitorlás kikötőt. Ki gondolná, hogy milyen izgalmas, pergető élmények várhatnak ránk egy ilyen viszonylag urbanizált környezetben. Ha eredményesek szeretnénk lenni, akkor érdemes megfigyelni a fiúk szerelését és horgászmódszerét. A szűk, tereptárgyakkal határolt vízparton csak az igazán rövid 1,80 m-as, maximum 2,10-es botok jöhetnek számításba. Kisméretű orsó, 14-es, 16-os zsinór és kisméretű műcsalik. Ezek a 3 cm-es wobblerek és 3-5 cm-es vagy annál kisebb plasztik csalik kitűnően mozognak az ultralight botok finom spiccének mozgatásával. A sügéreket nem kell sokáig keresgélni. Csapatostul ácsorognak a hajók alatti árnyékban, a partszegély menti kövek mellett. A műcsalik finom mozgatásával könnyen kapásra csábíthatjuk őket. Ahol egy van, ott van több is. A sügérek territóriumvédő magatartása a mi malmunkra hajtja a vizet. Akár 5-10 darabot is kifoghatunk belőlük egymás után. Nem ritkák ma már a 20-22 cm-es példányok sem. Ez utóbbiak fárasztása az ultralight dobósúlyú rövid botokkal komoly sport. Kemény ellenállásuk és gyorsaságuk próbára teszi a pergető horgász ügyességét. Kedves nézőink, mint ahogy látták, minden általunk megfogott hal visszakerült a Balatonba, úgyhogy várják önöket, vár önökre a Balaton. Ha az első rész nem lett volna elég a napsütésből, akkor most jöjjön egy igazi forró, nyári bojlis teszthorgászat az Egyesített Román-Magyar Big Card Team-mel. Egy Budapest közeli vizen, a bázistavon kerestük fel a fiúkat. De nem a hajnali, hanem a kora délutáni órákban. Hát mi tegnap délelőtt érkeztünk ide le a tóra, és a Romániából érkezett tesztcsapatunkkal együtt találkoztunk Budapesten, és akkor őket elkísértük ide. Ennek az a lényege az ilyen horgászatnak, hogy ők is az elmúlt időszakban megkapott tesztanyagokat próbálgatták folyamatosan versenyeken. Hát ők már kora tavasztól kezdve elég sok versenyen részt vesznek itt Magyarországon is és Romániában is. És ezeket a tapasztalatokat ilyenkor beszéljük át. Mi az, ami egy csaliban, amit próbáljunk esetleg még változtatni? Mi az, ami pozitív és negatív élmény volt a részükre itt a termékekkel kapcsolatban? Minden érdekes és minden momentum fontos lehet, amiatt, hogy minél jobb termékeket tudjunk előállítani és piacra vinni. A tapasztalat az nagyon fontos az összes találkozón, és a horgász módszer például, a két roman ismerős, az nagyon jó versenyhorgász, ez más módszer horgász, mint egy behúzás, inkább nagy hallas, és ő inkább sok hal, vas hal fogni. És az érdekes összehangolni az össze, és lehet én is tud profitálni az ő módszer, és ő tud profitálni az enyém szisztéma. Most ismerkedjünk meg azzal a fejlesztési szisztémával, amelynek segítségével megjelennek az újdonságok. Körülbelül ilyen 2-3 havonta, így a csapattal és azokkal, akik segítenek nekünk a csalik fejlesztésében és gyártásában, azokkal mindig egy ilyen közös peca, közös elbeszélgetés szokott zajlani. Általában, hogyha meg lehet oldani, akkor tóparton természetesen horgászat közben, télen meg asztal közül, hogy megosztjuk azokat a lehetőségeket és felvetéseket, amik a csali gyártás közben felvetődnek.
az új csaliknak a tesztelésére folyamatosan igény van, azért, hogy ki tudjunk alakítani megfelelő csalikat a kedves horgászoknak. Folyamatosan mindig megyünk más-más vizekre, pont emiatt, hogy a különféle csalik és az alapanyagok, valamint az aromák hogy viselkednek különféle vizeken. Tehát teljesen máshogy viselkedik egy aroma egy tőzeges, nehéz vízen, egy sűrűbb jellegű vízen, mint egy mondjuk egy bányatóban vagy egy ivóvíztározóban. Hát most bent vagyunk körülbelül egy ilyen 150-180 méterre. Szép folyamatosan. Annyit kell csak ilyenkor, hogy igazából meg kell várni, hogy a hal szépen, ahogy amennyit a bot dolgozik, annyit kell éppen csak engedni, vagyis tekerni utána az orsóval. Sokan húzzák kifelé a halat, és mint pattog a víz tetején. Ebben nagyon sok kárt okoznak, mert a halnak egyszerűen annyira túlnyúlik a szája, egy hatalmas nagy luk lesz rajta. Mindig éppen annyit kell csak utána tekerni a damilnak, amennyit a hal, mert úgyis, ahogy a horog benne van a szájában, úgyis errefelé fog jönni előbb-utóbb. Meg kell várni mindig egy kicsit megállni, újjal meg lehet támasztani egy picit a dobot, és akkor lehet érezni, hogy ha megindul a hal, megugrik, akkor el lehet engedni, és akkor viszont a fék meg rendesen dolgozik, vagy az orsó éppen engedi annyi zsinort, amennyi kell a halnak. Egy-egy teszt sorozat végére mindig kirajzolódnak azok az újdonságok, amelyek a tapasztalatok szerint fogósak. Jövőre jövünk ki a két nagy kiállításra az új termékekkel, amiket most már tavasz óta folyamatosan elkezdtünk tesztelgetni. Ebben benne vannak az új pop-upok, a kicsi mérettől egészen a Benga hatalmas 30 mm-es és a fölötti méreteken keresztül, a világító pop-upokon keresztül, a weekend pack és a show tablettákkal folyamatosan próbálgatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak magában a csalikban. Először én is ilyen 20-as bojlival próbálkoztam, de ilyen 3-4 kilós pontyok folyamatosan húzták a csalit, és utána eszembe jutott, hogy Mihály Gergén is, ahol voltunk, ott is a kishalak kiszűrése végett nagyobb bojlikat tettünk föl, és most is 24-es, dupla 24-es, 3 darab 20-as, meg ilyeneket is, most már azért jönnek szebb halak is, 7-es, 8-as, 9-es, tehát sajnos 10 fölött még nem fogtunk, de reméljük, hogy még előttünk van az éjszaka, úgyhogy biztos fogunk majd még. Szívesen belemelegedtünk volna a szakmázásba, de a fiúk úgy döntöttek, hogy bedobják a műsorvezetőt a mélyvízbe. Az a megtiszteltetésért, hogy Krisztián Slott 2-es számú nevével filmjelzett pottyával fárasztak egy gyönyörű pontyot, és multi orsó valami még életemben nem történt meg, egy kicsit féltem is, aztán Krisztián hátba vágott kétszer, Zsolt pedig a merítő nyelével irányított, hogy tessék átvenni a botot. Hát itt zajlanak az események, hát egyszerűen szenzációs. Ez egy 3 librás bot, fantasztikusan lehet érezni a dinamikáját. Nagyon érdekes egyébként számomra, hogy ugye a gyűrűk fölfelé állnak, hogy a multi orsó miatt, és nagyon szépen lehet érezni a halnak a mozgását, gyönyörűen dolgozik, szépen igazi pontyhoz hasonló. Tehát ez pontyhoz. Ja, igen. Fárasztás közben egy komoly ponty bizony elvonja az ember figyelmét az értelmes beszédtől. Nagyon nagy élmény volt, és még egyszer megköszönöm Krisztián Slottnak ezt az óriási élményt. Az ő botjával, multi orsóval, 28-as főzsinórral, és az ő asszisztenciája mellett életem egyik legnagyobb horgász élménye. Upangi. 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 Egészség. Egészség. Akkor most jöhet a megérdemelt ebéd, de hol is?
Innen kb. 200 kilométerre a Balaton partján, Zamárdi felsőn és 200 méterre a Szabadstrandtól. Most nem strandolás jön, hanem balatoni busából titkos családi recepttel készített pompás ebédünk következik, halas karcsi büféjében. Karcsit onnan lehet megismerni, hogy benn áll a pultnál, mondja a történeteit a különböző receptekről, a különböző legújabban kikísérletezett ételekről, és ezeket mi meg is kóstoljuk mindig, és mi soha nem csalódtunk. Amire föl szeretném most hívni a figyelmeteket, az egy pácolt busafilé, amire valamilyen panírt is tesz, kisüti, kívül ropogós, belül omlós, semmi köze nincsen a busához, én azt gondolom, vagy a halízhez, egy vörös tonhal ízét idézi elő, nekem, akit eddig még idehoztam, az nem csalódott. Úgyhogy gyertek, menjünk be, és kóstoljuk, mert már nagyon éhes vagyok. Jöjjön a balatoni busafilé, ami nem vörös tonhal, hanem attól sokkal finomabb. És akkor ez még kap valami csoda panírt, ugye? Ez be van panírozva, igen, ez egy pácolt busafilé, ami a tisztítással indul a dolog. Rendesen meg kell tisztítani a busát ahhoz, hogy fogyasztható legyen, és utána le van pácolva, és így kerül panírozásra és utána sütésre. Jó, és hogyha mi többet szeretnénk, akkor van még ebből neked? Hát ebből per pillanat ennyi van, mert a balatoni halászat lejárt a busa halászattal, és egyéb vízből meg nem hozom ide, ki tudja milyen ízűt. Csak a balatoni halat vagyok hajlandó. Ja, hogy csak a balatoni. Persze. Csibrák Károly, alias Halaskarcsi, egy közepes sülőt másfél száz késvágással írdal be. Nála keszeg, fogas, busa, balin háromszor annyi fogy, mint hek. Specialitása az egészben sült kősüllő és a rántott haltej. 31. éve csinálom ezt az üzletet. Én úgy gondolom, hogy a horgászattal összejött a halsütés, mivel hogy horgászom is, ezáltal a halak igen közel állnak hozzám is. Ráálltam arra, hogy a balatoni halakat népszerűsítsem a nagy közönség részére, mert mindenki a heket ismeri, meg akarja enni, és az én célom az, hogy a jó magyar balatoni halakat fogyassza a nép, ne a import heket. Megpróbálkozom olyan halakat produkálni, amit mások nem. Így például a füstölt pisztrángot is csinálják máshol, de ez egyéni recept alapján készül, ami nálam van. Most per pillanat az előbb elmondottak miatt a busát nem tudom füstölni, de egyébként füstölve ugyanígy a pácolt busát meleg füstöl megfüstölöm. Nagyon finom tud lenni, olyan, mint a sonka. Gyakorlatilag sokan azt mondják rá, hogy ez tényleg olyan, mint egy füstölt főtt sonka. Az utca sarkokon kint van a táblám, úgy szerepelek mindenhol, mint Halaskarcsi. Hát ezt családiasan csináljuk, feleségemmel. Néha a fiam besegít. Olyan dolgokat produkálunk, ami mások nem. Például a feleségem kitalálta évekkel ezelőtt a rántott haltejet, ami egy kuriózum, úgy tudom, senki nem csinálja az országba. Csak mi. Ami nem hal, az a rántott sertéslábat tudnám mondani, amire sokan kérdezik, hogy mi az. Én úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a borjuláb, csak mi megmondjuk, hogy sertésből van. És úgy egyébként is, hát az étlapon látszik, hogy olyanokat csinálunk, ami különlegesség. Te Karcsi, olyan szerény vagy, büszkékedjél már, légy szíves a díjaiddal. Hát gyakorlatilag ezek nem igazán díjak, de tavaly is, meg idén is megjelentünk a magyar konyhába. A top 10 halsütőbe beválasztottak tavaly is, meg idén is. És ott szerepelünk mostani újságban is az ideiben. Végigmentek a Balatonparton, az utcán érdeklődtek, hogy hova kell menni halat enni, és ide küldte a vásárlóközönség őket, hogy itt legyünk. A busafilé isteni finom volt. Ha Zamárdi felső járnak, ki ne hagyják. Szia Karcsi, akkor elmentünk. Nagyon szépen köszönjük az ételeket. Örülök, hogy ízlett az étel. A magyar halak a legjobb halak, és gyertek legközelebb is. Ugyanilyen finom halat fogtok kapni. Egy, kettő, három, és már is újra a Big Carp csapat körében folytatjuk a teszthorgászatot a bázistavon. Hiába, jó dolog ez az időugrás. Sajnos, Szatmár-Németiben, környékünkön
nem sok horgásztó van. Hát nem mondhatnám, hogy nincsen horgásztó. Horgásztó az van, csak éppen hal nincsen benne, mert senki nem foglalkozik vele. És ezért kénytelenek vagyunk átjárni Magyarország területére, horgászni, és hát fantasztikus eredménye sikerült zárni, mert ha megnyertük a Challenge Week-et a tavaly. Azelőtt részt vettünk a Boily Show-n, és azon a versenyen fogott meg igazán minket ez a háromfai víztározó. Ja, én is, Robi, is szeressük az ilyen kihívásokat, és szeretünk horgászni többféle vizen. Mert vannak egyes horgászok, nem szeretnek csak ilyen például maconka stílusba horgászni, sok aprót fogni, nincs türelmük, hogy kivárják a halat. Mi szeressük az egész pontyhorgászatot, szóval minden stílusát. Háromfát is, ecsédet. Az idén én azt mondom, hogy tisztességes eredményeket értünk el. Maconkán sikerült egy szektort megnyerjünk. A tavaly a Tiger Baits kupán sikerült egy 22 kilós pontyot fogjunk, avval másodikok lettünk, úgyhogy én azt mondom, hogy szép eredményeket értünk el. De milyen pontcsalikat is rejt a kisveder? Ez a ponthorgászat nagyon népszerű lett az utolsó időben. De nem mindenkinek van ideje, hogy gyártson magának bojlit otthon, a konyhába, az asszony az meg persze nem szereti az ilyenféle aromákat, ha megmaradnak ottan. És akkor sok ilyen lusta pontyhorgász van, hogy mondjuk így. Ezeknek ez a termék egy nagyon, nagyon bevált termék. Legalábbis nálunk Romániában, mert mi Robival forgalmazok ezeket a Big Cup termékeket nálunk. Ez nagyon bevált ez a termék, mert itten, ebben a kis vedérben minden megvan, ami egy pontyhorgásznak kell, hogy egy napot vagy több napot egy hétvégét töltsön el a vízparton. A bojlitól kezdve paszta, dip, egyszerűen kiszedi, rácsolizza, bedobja és annyi. A horgászat, mint tudjuk, egy olyan hegy, amelyre több út vezet fel. Ki ilyen, ki olyan utat, módszert, szisztémát választ. Dobos horgászaton előnybe helyezem a 3,5 librás botokat, 390-eseket, mert egy PVL hálót még mellé lehet tenni a csali mellé, másképp lehet felkínálni az egész csalit. Igaz, hogy a fárasztás nem olyan élvezetes, mint egy 360-as, 275 librás bottal, de viszont dobásnál szükséges, hogy minél messzibb tudjuk bejutatni a csalit. Én főnőttem meccspot, hoágászpot, rákospot, az kiskerek óta hoágáztam, és 16 éves voltam, még az Austria nacionálkáda benne voltam, az első hot fersen hoágász. Sajnos régen az még nem volt, régen az már volt, régen biztos minden fersen megnyertem. Nem csak a feeder és meccshoágász használnak az, én is használom az hébe, a stickmix miatt. Az van etetőkossal, vagy stickmix lehet betenni, az van színes felhőcsönág, és a szín az nagyon számít. Most a utolsó pár év, én is azt mondtam, nagyon számít a szín, oda csal a hal, jó, az van a szín, az a minősáv, és persze az a kaj, ami benne van. De először a víz alatt a szín, az olyan felhőcsönág, olyan fantasztikus felhő tud csinálni, az a match fluoro combo. Ez a 230 mm golyó. Egyszerűen annyi hal van a vízben, hogy egyszerűen 10 percenként van kapás. Azt lehet mondani, hogy nagyon jó itt a tónak a halállománya. Érdekes dolgok, tehát hiába van nagy halsűrűség, itt is van most olyan csali kombináció, ami viszont meg érdekes módon nem működik. Tehát azért van jelentősége annak, hogy vannak olyan vizek, ahol hiába máshol mondjuk az epressel 10 tavon lehet fogni halat, és azon a tavon meg például nem lehet. A víz összetétele, a pH értéke is nagyon sokszor befolyásolja azt, hogy egy vízen milyen csalival vagy milyen ízzel lehetünk eredményesek. Nem azért, mert nem jó a csali, hanem mert egyszer nem passzol a vízhez. A nagyobb pontyoknál lehet, hogy a csali mérete a döntő. Kis csali kis hal, nagy csali nagy hal. Popában nagyon kevés cég foglalkozik avval, hogy ilyen hatalmas nagy benga popábgolyót csináljon. Azért is csináltuk meg ennek a gyártását, hogy
ez egy olyan méret, amivel azért, hogyha az éjszaka föl van téve, azért ezzel komoly hal fog ezt felszippantani. Többiek van éjfél fél egy felé lefeküdtek, én hajnal 2:30-ig fönn voltam, és hát 2-9 kilós körüli jött éjszaka, meg egy megtépett a parcélén, elszakadt az előke, az egy szép hal volt, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon jól működött éjjel. Én is éjszaka 30-as golyókkal horgáztam, és hát folyamatosan tényleg ilyen fél óránként, 3-4 óránként el is húzt egy-egy szép hal. A határokat kell úgymond feszegetni, hogy utána egy olyan közbenső megoldást tudjunk találni, ami az átlag horgászoknak is, és azok, akik csak egy pár órára mennek le horgászni, legyen sikerélményük, mert teljesen más az, hogy mi azért, hála Istennek, elég sokat tudunk horgászattal tölteni, de hát van, akinek nincs ilyen úgymond szerencséje, és tényleg csak egy pár óra kikapcsolódás van, vagy pár órára való kikapcsolódása van lehetősége, azoknak is viszont próbálunk megfelelni, hogy olyan csalikat és olyan kombinációkat próbálunk összerakni, amivel sikeresek lesznek. Ha kevesebb időt tudunk horgászatra fordítani az idén, mint tavaly, de mégis eredményesebbek szeretnénk lenni, akkor érdemes hallgatni a tapasztalt teszthorgászokra.